a beruházások mellett a 2017-es évben kiemelten fogják támogatni a makói fiatalokat, hangsúlyozta köszöntőjében Farkas Éva Erzsébet polgármester. Ennek első lépcsőjeként a közelmúltban a Matér Ifjúsági Egyesülettel közösen indítottak egy online konzultációt a fiatalok körében, melyet összesen 364-en töltöttek ki, zömében makóiak, általános iskola felső tagozatosai és középiskolások. A tapasztalatokat Nagy Dániel, a projekt koordinátora összegezte, melyből kiderült, a fiatalok alapvetően szeretnek Makón élni, ám sokan mégsem itt tervezik a jövőjüket. A többség anyagi okok és tudásvágy miatt menne el, de hiányolják a kulturális szórakozási lehetőségeket is. A polgármester erre reagálva elmondta, az új városvezetés igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a fiatalok jól érezzék magukat szülővárosukban. Az idei évben kurzus formájában a művészeteket kedvelő fiatalokat is szeretnénk már támogatni, hiszen az Angyalsóalj Alapítványon keresztül a Művészetek Katedrája nyári kurzus tanfolyamokat fog indítani, szintén egyetemet végzett, művészeti egyetemet, főiskolát végzett fiatalok számára, és természetesen itt makói fiatalokat is szeretnénk majd ebben a programban támogatni. Ugyanígy most a fiatalokkal egyeztetve szeretnénk egy ifjúsági akadémiát a tavasz és az ősz folyamán megvalósítani, kifejezetten a fiatalok által javasolt előadókkal, illetve a köré csoportosuló programokkal. A kérdőívből az is kiderült, az egyik legfőbb probléma, amely miatt a fiatalok közül sokan elvágynak, az az, hogy nincs vagy nem megfelelő a jövőképük, bizonytalanok a továbbtanulásban. Ehhez kapcsolódóan Horváth Zoltán, a Galamb József mezőgazdasági szakképző iskola igazgatója a konferencián az életpálya modellek kialakításáról beszélt. Számos tanácsot igyekezett adni a témában. Őt követően Korom István, mentálhigiénés szakember lépett a pódiumra, aki előadásában rávetítette a generációk közötti különbségek és a mai felgyorsult világ okozta problémákra, mint a lehetséges jövőkép hiányának kiemelt okaira. Nagyon fontos az, hogy a környezet, tehát itt a család, a lakó, az iskola környezet, akkor a baráti környezet, társkapcsolati környezet, az olyan hatással legyen a fiatalra vagy fiatalokra, és olyan információkat adjon át, amik olyan értékeket hoznak a felszínre, ami például az egészség, a szeretet, a család centrikusság, a Makóváros szeretete. A rendezvény végén a konferencia résztvevői bejelentették, hogy a megismert problémákra válaszul, hamarosan elkészül egy ifjúsági koncepció, amely egy konkrét cselekvési terv lesz annak érdekében, hogy helyben maradjanak a fiatalok. A témáról részletesebben a Fókusz című hírháttér magazinunkban esik szó, melyet a híradó után tűzünk műsorra.